A járványhelyzet fejleményei úgy hozták, hogy ismét az önkormányzatok, illetve a polgármester tér felén pattog legalábbis részben a labda, Milyen feladatokkal kell megküzdenie, milyen feladatokat kell elvégeznie önnek és az önkormányzatnak ebben a helyzetben. Hát jó napot kívánok! Málamennyire mennyire lehet ezt mondani a mai napság. Számomra egyáltalán nem megnyugtató ez a helyzet, és nem csak közegészségügyi szempontból, hanem politikai szempontból sem, hiszen az eddig rám ruházott felelősség sokszorosára növekszik ezekben a veszélyhelyzeti időszakokban. Ahogy azt tavasszal is gyakoroltam, és tettük, és tették más polgármesterek is, Ebben a a 30 napban, vagy akár 90 napban, ameddig ez tartani fog, a döntéseket nekem kell személyesen meghozni. A nehézséget nem a személyes döntés meghozatala hozza, hanem sokkal inkább az, hogy betartva a lehetőségekhez képest a demokratikus módszereket, Szükséges valamennyi képviselővel, illetve frakcióval egyeztetni ahhoz, hogy minél szélesebb körű támogatása legyen egy-egy polgármesteri határozatnak. Nagyobb a felelősség, ahogy az előbb említettem, körültekintőbb munkát igényel, és hát ugye megszűnnek bizonyos értelemben a személyes találkozásoknak a lehetőségei is, vagy legalábbis nagyon korlátozottá válnak. Ezért elsősorban az interneten, illetve telefonon keresztül kell ezeket az egyeztetéseket lefolytatni. Emellett pedig a járványa kapcsolatos intézkedéseknek a végrehajtása, nem csak a központi intézkedések végrehajtása, amik maguktól értetődnek, hanem a helyben hozott elsősorban a veszélyeztetettebb korosztályokkal kapcsolatos lépéseknek a nem csak előkészítése, hanem egy, egy, ilyen vészüzemmódra való átállásnak az elindítása is szükségessé vált. Hiába, hogy van már benne gyakorlatunk, hiába, hogy a tavasszal ezt folyamatosan üzemeltettük, és azt kell mondanom, sikeresek voltunk, a jelenlegi mégiscsak másabb helyzet és komoly kihívást jelent. Egyrészt akkor bármilyen bután is hangzik, azért csak egy rosszabb időjárási körülmények közül haladtunk a tavaszi nyári időszak felé, amitől sokan azt várták, vártuk, hogy enyhülést hoz, ez átmentéleg meg is történt. Most viszont megyünk be úgymond a sűrűjébe, hiszen itt lesz a nyakunkon a, az őszi, téli meghüléses időszak, az influenza járvány közelít felénk, és emellett pedig azt kell mondani, sajnos, hogy hát tombol a COVID is. A meghozott rendelkezések között ott szerepel, hogy önöknek meghatározott lehetőségük van arra, hogy a maszkviselésnek a szabályait köztereken, Meghatározzák ezzel, részleteiben foglalkoznak? Természetesen igen, hiszen egyrészt van képviselőcsoport, amely a, a Facebookon is szondázza a lakosságot, másrészt természetesen nagyon sokan keresnek fel minket már az elmúlt néhány órában is, hogy akkor mi fog történni. Figyelemmel kísértem, kísérjük a a a főváros más kerületeinek döntését más polgármestereinek a döntését és abban egyértelmű en többség van, hogy rendkívül nehéz szétválasztani egy lakó környezetben, hogy melyik az a közterület vagy nyilvános hely, ahol a maszkviselést engedjük, nem engedjük. Lehet azt mondani, ugye, hogy egy sétáló utca az frekventáltabb, mint egy nyugodtabb családi házas környezet, de az a lakosságtól sem elvárható, mint ahogy azt nagyon sok lakos meg is fogalmazza, hogy ő most azzal tisztában legyen, hogy melyik utcában kell levennie, vagy veheti le, és melyik utcában viszont kötelező neki a maszkot visszahúznia. Ez még Budapesten belül is problémát jelenthet, hogyha a kerületek nem egyformán hozzák meg a döntést, hiszen egy pesterzsébet ve induló vagy innen munkába menő, vajon hol fogja a leszáll a tömegközlekedésről a maszkot levenni, amikor a busz megállót is elhagyja, és akkor ott éppen szabálytalanságot követel a helyi intézkedés szerint. Én úgy látom az eddigi tapasztalataim alapján, hogy a polgármesterek nagy többsége azt a döntést hozza meg másokkal is egyeztetve, és a lakosság többségének, figyelem, véleményének figyelembevételével, hogy nyilvános helyeken és közterületeken természetesen a zöld felületek. Parkok, pest speciálisan a Dunapart kivételével mindenhol szükséges lesz a maszkot viselni. Kivételt képeznek, a jogszabályban megfogalmazottak például a sporttolás közben nem kell maszkot hordani, itt távolságot kell tudni tartani, és ez is a nyílt sport, nyílt területen folyó sporttevékenységre, korlátozódik, illetve a kutyafuttatókat mi sem fogjuk bezárni, mint más kerületek sem, de a maszk használat azért a kutyafuttatóban is kötelezővé lesz téve. Viszont gondolom a este 8 órai kiárási tilalom kezdete az mindentől függetlenül általánosan érvényes, ugye? Természetesen, tehát abban a külön döntést nem is hozhatunk. Mi a helyzet a gyermekintézményekkel, szociális intézményekkel, amelyek önkormányzati hatáskörbe tartoznak? Ugye a, a, az óvodák, bölcsödék továbbiakban is nyitva tartanak. A szociális területen és ezekben az intézményeinkben is már speciális szabályok érvényesek az újranyitás óta. Ezeken további szigorításokat nem tervezünk, a teszteltetést azt itt is heti rendszerességgel a jövő héten, jövő héttől be fogjuk vezetni. Ott, ahol pozitív vitást tapasztalható lesz, ott az döntés kérdése, hogy bezárás és, és emellett vagy az állástól független és általános feltöltlenítést fogunk elrendelni. Fel vagyunk készülve szociális területen is arra, hogy a, az idősek otthon otthonellátásába nagyobb létszámmal és nagyobb energiával tudunk részt venni. Az élelmiszer kiszállítás kifejezete jó működött a tavaszi hónapokban. Ezt a, a rendszert, hogy úgy mondjam, újra, éreztjük, és a jövő héttől sajnos szükséges lesz a nyugdíjas kluboknak is a bezárása, és a klubtagoknak pedig a saját otthonukban a, a gondozó nők az ellátást fogják tudni biztosítani. Ennek a megszervezése is folyamatban van, úgyhogy a jövő hét hétfőjétől átállunk erre a, a dologra is, és hát nyilvánvalóan részt veszünk majd Mindazokban a tesztelésekben, amelyek adott esetben, a, ha szükség szerint, a, a érintik majd a pedagógusokat a kerületi általános és középiskolákban. Elvileg nem nagyon bonyolult a piacok helyzete, hiszen nagyon hasonló szabályok vonatkoznak rájuk, mint mondjuk egy kereskedelmi egységre, azonban a Való életben a piac mégiscsak egy speciális hely a maga pútjaival, a vásárlókkal, a távolságtartással, és valahogy annak hiányával a piacsal kapcsolatban vannak-e speciális gondolatok? Hát az, az első és legfontosabb, hogy azt a fajta együttműködést és, és tudatos, Munkavégzést elvárjuk és megköveteljük a piacon árusítóktól, amihez egyébként már a tavaszi járványidőszak közepe vége fele. Úgymond hozzászoktak. Kezdetekben voltak ott is gondjaink, nehézségeink. Én nagyon remélem, hogy ez nem fog megismétlődni. Belátja mindenki, hogy a saját egészsége, az üzleti érdeke és nem utolsó sorban a vásárlók védelme a legfontosabb ahhoz, hogy a piac zavartalanul üzemelt, üzemelhessen. Éppen a mai nap folyamán írtunk alá a jegyzőasszonynal egy közös levelet, amelyet eljutatunk a, a piacvezetőjehez, az Integrit 20 igazgatójához, Potocki Attilához, akitől kérjük a, a legfontosabb intézkedések meghozatalát, illetve megerősítését, és egy külön levélben pedig valamennyi piaci szereplőnek a figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy nem kívánunk, de szükség szerint szankciókat is fogunk alkalmazni azokkal szemben, akik nem közleműködőek és konstruktívak. A piacra szükség van, az ott folyó tevékenység különösen a közelgő ünnepi időszakra tekintette Rendkívül fontos, a lakosság nagy többsége, jelentős része igényli, megszokta, nem is kíván róla lemondani. Ennek viszont az az ára, hogy nincs pardon, maszkviselésben és távolságtartásban. Ha szükséges, akkor itt a piaci biztonsági szolgálatot is megerősítjük. Nem célja az önkormányzatnak, hangsúlyozom még egyszer: szankcióknak az alkalmazása sokkal inkább a, a befolyásolása a piacon is, meg egyébként Pestezsébet közterületein is. a a lakosságnak abba az irányba, hogy legyen együttműködő, a saját érdekében legyen konstruktív. Hát itt nem az önkormányzati érdektől van szó, az önkormányzat csak egy eszköz jelen pillanatban, annak érdekében, hogy elkerüljük a lehető legrosszabbat, ugye, hogy tömegesen kerüljenek a kerületi lakosok a kórházba. Ennek érdekében mi szórólapozunk, a közterület felügyeletünk, a rendvédelmi osztály dolgozói folyamatosan járják a kerületet, figyelmeztetik a, az embereket. Igyekeztünk a, a, a buszmegállókban minél több plakátot kihelyezni eddig is, ami a maszk viselésére hívott fel. A rendelkezésünkre álló eszközökkel azt gondolom helyi szinten próbáljuk az embereket befolyásolni. Ugyanakkor a közterületeken, pedig elvégezzük azokat a, a feltöltlenítéseket, amelyeket szükségesnek ítélünk, meg itt elsősorban a buszmegállók, közterületi padok feltöltlenítése, és a frekventáltabb részek, sétálutca és bizonyos park részek, amelyekre különös figyelmet fordítunk. Nem utolsó sorban pedig a házi orvosi rendelők környéke. Igaz, hogy itt is elsősorban, most már a jelenlegi körülmények között a házi orvosainkhoz is előzetes bejelentkezés szükséges, érdemes, sőt kell telefonon tanácsot kérni, receptírás el, ugye most már hozzászoktak az emberek, hogy nem kell oda menni, csak elég telefonon bejelentkezni, ugye felkerül a felhőbe a kírandó gyógyszer, amit a patikában kiadnak. Megnőtt most az egyéni felelősség kérdése, és az önkormányzatnak ez a legfontosabb feladata most, hogy a figyelmet hívja fel, mert olyan tömegessé váltak a megbetegedések, hogy nem lokalizáltan kis környezetet kell tudnunk nekünk kiszolgálni, adott esetben élelmiszere, vagy maszkot osztani, mint az első uh, ilyen hullámnál, hiszen most már például a maszk mindenkinél van, az előbb említett élelmiszerosztás szinte automatikusan működik, hanem sokkal inkább a felvilágosításon van a hangsúly, és itt, itt van közös feladatunk. A nyári hónapok után óvatosan uh, ugyan, uh, és visszafogott ütemben, de a csili, illetve kulturális uh, intézmények megkezdték, vagy újrakezdték a működésüket pest Most uh, mi újság van? Hát uh, azt kell mondanom, hogy uh, ha nem is teljes bezárásról beszélünk, de gyakorlatilag azok a megszokott rendezvények, amelyek az elmúlt évek során itt Pestezsévet hírnevét öregbitették, ezek nem kerülnek megrendezésre, hogy mondjuk csak a legnagyobbat mondjam, az Erzsébet napokat, az ezen belül megtartott Erzsébet vált, vagy éppen a díszhűlést, ahol a kitüntető címeket adtuk át, és az ezzel párhozamosan futó Erzsébet napi vásár, majd karácsonyi vásár, amelyek kapcsolatban szintén megosztottak a vélemények, hogy tartható, nem tartható, de a jelenlegi döntések és az egyre növekvő betegszám és terjedő járvány egyértelművé hogy nem lehet megtartani ezeket a rendezvényeket. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy meg tudjuk gátolni a, a csoportosulásokat, nem tudjuk megkövetelni, vagy nem tudnánk megkövetelni például a sétál utcában, a vásárban a távolságtartást adott időszakokban. Mint ahogy az előbb említettem, a piacnál is ez egy borzasztó nagy kihívás, különösen az erős piaci napokon, mint Péntek vagy szombat. Ezért is mondtam, hogy ott meg kell erősíteni a biztonsági szolgálatot. Ugyanezzel a módszerrel már a karácsonyi vásár nem lett volna tovább terhelhető. Arról nem is beszélve, hogy végül is ezeknek a vásároknak azért a célja, az mégiscsak egyfajta nyereség, még ha nem is jelentős mértékű. Nem azért tartják őket hogy ráfizetésesek legyenek, és jelen pillanatban ennek azért rendkívül nagy lett volna a veszélye. Mint ahogy nem beszéltünk ideig a sportról, és ezen belül a sportlétesítményeinkről, de kénytelenek vagyunk ugye a jégcsarnokot, az uszodát is bezárni, és ezeknek nem csak az a hátránya, és akkor összefoglalva a kulturális területet, a sportot, a szórakoztatást, hogy, hogy a megszokott dolgainkat elveszítjük ebben az esztendőben, hanem ennek komoly pénzügyi költségvetési kihatása is vannak, hiszen ezek az intézményeink, létesítményeink, rendezvényeink, ezek sajnos negatívba fognak fordulni működés szempontjából, a bevétel kiesést nem tudják máshonnan pótolni, ha ez az időszak csak 30 napos lesz, az újranyitást követően sem várható el, hogy ugyanakkor a látogatottsága legyen bármelyiknek is, mint volt mondjuk egy évvel ezelőtt hasonló időben hiszen a nyitástól független az emberek egy jó részében még bennem marad a félelem, a szorongás attól, hogy nagyobb tömegrendezvényeken részt vegyen, vagy olyan létesítményekbe menjen, ahol a távolságtartás nehezebben megoldható. És akkor ez még egy pozitív vélemény volt a részemről, mert azt feltételezem, hogy talán 30 nap után lehetnek olyan eredményeink, amelyek kedvezőbb helyzetet hoznak a mostanihoz képest, így legyen, de azért a fejünkben benne kell lennie annak is, hogy ez egy 90 napos felhatalmazás, amit a kormány az országgyűléstől kapott megvan az esélye, hogy akár kitöltődik ez a 90 nap védekezési tevékenységgel és ilyen szigorúbb szabályokkal. Reméljük, hogy, hogy nem így lesz, de az esélye sajnos megvan. Köszönjük szépen, minden jót, jó egészséget! Viszont kívánom mindenkinek!